Fizetés helyett ezt a gépfegyvert kapta elő kabátja alól az a férfi, aki így kényszerítette a bevétel átadására a benzinkutas szombaton Máriapócson. A nagykállói rabló a kutas mobilját is magával akarta vinni, végül azt hátrahagyva 500 ezer forinttal távozott a helyszínről. Az elkövető a megszerzett pénzzel Káló Semjén irányába menekült gépkocsival. A rablásról egy szolgálaton kívüli rendőr tett bejelentést, ezt követően a tevékenységirányítási központ munkatársai azonnal ellenőrző áteresztőpontok felállítását rendelték el, és mozgósították a környékbeli egységeket is a lehetséges menekülési útvonalak lezárására. Az összehangolt intézkedések eredményeként fél órán belül sikerült elfogni a feltételezett tettest. Éppen a kijelölt felállítási helyükre siettek a Baktaló rendházi rendőrök, amikor szemből velük felfigyeltek egy gépkocsira. Azonnal utána hajtottak, megállították és igazoltatták a benne ülő férfit. Gyanújuk hamar beigazolódott, hiszen a gépkocsiban az elkövetéshez használt fegyvert, valamint egy szatyorban az eltulajdonított készpénzt is megtalálták. A 43 éves nagykállói férfit a megyei rendőrfőkapitányságon a rablás miatt gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A férfi lakásán tartott kutatás során további tárgyi bizonyítékokat találtak és foglaltak le a rendőrök, melyek alátámaszthatják az elkövető bűnösségét.